Jó estét kívánok, a híradót látják! A Szegedi Járásbíróság tegnap elrendelte annak a 39 éves szír férfinak az előzetes letartóztatását, aki vélhetően a röszkei közúti határátkelő helyen kialakult tömegzavargás egyik irányítója volt. A rendvédelmi információk szerint a gyanúsított egy terrorista fedőszervezet tagja. A Röszke 2 határátkelőnél a múlt szerdán tömegzavargás alakult ki, melynek egyik irányítója egy szír férfi volt. Miután a résztvevők kidöntötték az államhatárt védő kaput, a férfi jogosulatlanul magyar területre lépett, majd visszatért Szerbiába. A 39 éves szír állampolgár ellen határzárt tiltott átlépésének büntette megalapozott gyanúja miatt eljárást folytat a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozóiroda. A Cipruson élő, ott munkavállalási engedéllyel rendelkező férfit a terror elhárítási központ szombaton fogta el, majd gyanúsítottként hallgatta ki. A férfi elismerte, hogy részt vett a zavargásban, az illetékes bíróság pedig tegnap elrendelte előzetes letartóztatását. A nemzetközi rendvédelmi információk szerint a szír férfi a Szövetség a hit terjesztésére elnevezésű iszlám fundamentalista mozgalom tagja. Ezt a csoportot a terrorszervezetek fedőszervként is használják, hogy a radikális személyeket az egyes célországokba bejuttassák. A Marosparti város fejlesztéséről egyeztetett ma Lázár János országgyűlési képviselő Farkas Évával, Makó polgármesterével. A megbeszélésen a fejlesztésekről és a városi jövőjéről esett szó. Lázár János elmondta, rövidesen a kormány elé kerül a Makovec hagyaték fejlesztéséről szóló terv, amelynek fontos részét képezi a makói fürdő bővítése és a könyvtár megépítése. A kormánynak még az idei évben 300 millió forint támogatást kell biztosítani a Makóváros önkormányzatának annak érdekében, hogy a fürdő bővítése és a könyvtár tervezése elinduljon, illetve befejeződjön. Lázár János ehhez segítséget ajánlott a makóiaknak. A támogatásnak köszönhetően a fürdő bővítése Makovec Imre tervei alapján 2016-17-ben el is indulhat, és a könyvtár építése is kezdetét veheti. A fürdő bővítésének költsége 2,1 milliárd forintra tehető, míg a könyvtár a piac környezetének rendezésével 2,5 milliárd forintba kerül majd. Tehát a kettő együtt közelebb lesz az 5, mint a 4 milliárdhoz. A megbeszélésen elhangzott, hogy Makóváros a Csongrád megyei településeknek szánt Európai Uniós fejlesztési forrásokból a települési infrastruktúra fejlesztésére mintegy 3,3 milliárd forintot kaphat, ami igen jelentős fejlesztéseket eredményezhet, de szó esett arról is, hogy a Continental csoport makói gyárának 5 milliárdos bővítéséhez a kormány több mint 1 milliárd forintot biztosított. A beruházásoknak köszönhetően mintegy 200 munkahely jött létre a kormány támogatásával, de a bővítéseknek komoly hatása lesz a helyi adóbevételekre is. Végezetül szó esett Návai Lajos, az országgyűlés elnöke és országgyűlési képviselő szobrának felállításáról is. Ennek költsége 100 millió forintra tehető, amelyhez Lázár János a kormány támogatását is meg fogja nyerni. Az országgyűlési képviselő ma a Makói Televízió vendége volt. A beszélgetést holnap szeptember 24-én csütörtökön 18 órakor tekinthetik meg nézőink. Folytatódik az a projekt, amely az elmúlt 4 évben a hátrányos helyzetű álláskeresők elhelyezkedését segítette elő, és amelynek köszönhetően Csongrád megyében több mint 6000 főt tudtak a programba vonni. Jelentette be ma Juhász Tünde kormány megbízott a Bessenyei Ferenc Művelődési Központban a projekt záró rendezvényén. A támogpályázatban megvalósult projekt az ország 6 nagy régiójában nyújtott támogatást a munkáltatóknak és hátrányos helyzetű álláskeresőknek. A Csongrád megyei kormányhivatal járási foglalkoztatási osztályain keresztül történt a Csongrád megyére jutó 4,3 milliárd forintos forrás lehívása, illetve az álláskeresők bevonása a személyre szabott helyi munkaerőpiaci lehetőségekhez és igényekhez igazodó szolgáltatásokat és támogatásokat nyújtó programba. A 2011. május 1-én indult projekt október 31-én zárul. Általánosságban elmondható, hogy az álláskeresők 80%-a sikeresen befejezte, teljesítette azt a programot, amiben ő bevonásra került, és
Még egy nagyon fontos beszédes adatot szeretnék kiemelni, hogy a programba bevont ügyfelek közül a támogatási időtartam lejártát követő 180. napon foglalkoztatott, vagy vállalkozói tevékenységet folytató munkavállalói létszám 29%-ot elérte. A program révén sikerült munkához jutnia, vállalkozóvá válnia. Csende Beátának, aki ruhaipari technikumot végzett, és 2013-ban lett regisztrált munkanélküli. Megszerzett egy pénzügyi szakképesítést, majd önálló ruhaipari vállalkozásba kezdett a pályázat segítségével. Sikerült a pályázat után megvalósítani, kibővítettem ezt még azzal, hogy új és használt ruhákat is árulok, és méretre alakítom, tehát nézem folyamatosan azokat a plusz szolgáltatásokat, amik hiányoznak, fejlesztésen dolgozok, létszámbővítésen. A kormány megbízott egyúttal bejelentette, november 1-től folytatódik a program, hiszen a 2020-ig tartó uniós fejlesztési forrásokból mintegy 5 milliárd forint fog rendelkezésre állni a megyében. A Vásárhely 2020 konzultáció tapasztalatai a jelenleg folyó nagy beruházások és fejlesztések mellett szó esett a tramtrénről, valamint az északi elkerülő útról is tegnap este Hegedű Zoltán alpolgármester Szél utcai lakossági fórumán. A Vásárhely 2020 konzultációval kapcsolatban az alpolgármester elmondta, lesz még több ilyen, amikor a lakosság véleményére kíváncsiak, szeretnék megtudni egy-egy dologról, mit gondolnak a vásárhelyiek. Hegedű Zoltán beszélt a városban zajló felújításokról, beruházásokról. Szó esett a városkártya lehetőségeiről, amely még bankkártyaként akár buszjegy vásárlására is használható lesz. Az elővárosi vasútról, a tramtrénről az alpolgármester legfrissebb információja az volt, hogy az engedélyezési eljárások december 31-ig lezárulnak. Sokan szokták kérdezni az északi elkerülőnek a állapotát, a helyzetét. Most annyival tudunk többet mondani, hogy a napokban volt egy egyeztetés Hódmezővásárhely önkormányzatánál, ahol a NIV ZRT, mint beruházónak a képviselői is jelen voltak, és arról tájékoztattak bennünket, hogy az engedélyezési eljárás befejeződött, és az engedélyek kiadásra kerültek. Ha jól tudom, akkor egyetlen egy ingatlan van, amelynek a tulajdon jogát még rendezni kell ezzel kapcsolatban, és idén ősszel talán a kutató régészeti feltárások is elindulhatnak. A lakossági kérdések elsősorban a tarjáni városrészt, az ott lévő utak állapotát érintették. A városrész közlekedése jelentősen átalakul majd az elkerülő út megépítésével, amelybe a Kodály Zoltán utcát is be akarják kötni. Ezzel kicsit tehermentesítenék a párhuzamos Zrínyi utcát. Az Ápor utca is erre csatlakozik, amelynek egy része a töltésen halad, és nincs szilárd burkolata. Erre az idén már nincs pénz, de az aszfaltozást a jövő évi költségvetésben biztosítani fogják, jelezte Hegedű Zoltán. Közel 450 tanuló részvételével negyedik alkalommal rendezte meg a Szent István Általános Iskola az autómentes sportnapot. A rendezvény vendége volt Kazi Tamás középtávfutó olimpikon, aki fáklyás futással vezette fel a bemelegítőkört a versenyzők számára. A Franciaországból 18 évvel ezelőtt indult rendezvény a társadalom környezettudatosságát kívánja erősíteni, a föld a légkör megúvása érdekében. A Vásárhelyi Megmozdulás szervezői nevében az iskola igazgatója köszöntötte a résztvevőket. Remélem, hogy buzdítja a gyerekeket arra, amit nekünk, hódmezővásárhelyeknek nagyon fontos, hiszen több jeles sportág, az úszás, a vívás városunkban van, és hamarosan az atlétika is méltó, akár nemzetközi versenyek lebonyolításának is helyt adhat. Én bízom benne, hogy ez a mai nap többféle célt is szolgál, és Áder János köztársasági elnök fölhívása élő bolygónk, hogy a 24. órában vagyunk, tennünk kell a környezetért, a rendezvényünk ehhez a programhoz is utat fog mutatni. A 600 méteres távra közel 450 tanuló nevezett. A dobogós helyezést elérteknek Kazi Tamás olimpikon adta át az elismeréseket.
szenzációsan jó dolognak tartom, hogy a fiatalokat ezáltal, hogy mégiscsak egy verseny, tehát azért azt gondolom, hogy erre szükség van, és fontos nagyon, hogy legyen egy kis rivalizálás ugye köztük, és itt egy kicsit ugye a feszültséget mondjuk levezetendően ugye kifussák magukból, de ugyanakkor pedig egy rendkívül jó kezdeményezés. Az esemény a Szent István Általános Iskola szervezésében, a Környezeti Információs Központ és az LVP Egészségfejlesztési Irodának a közreműködésével valósult meg. Ennyi fért mai híradónkba, köszönöm, hogy velünk tartottak, viszontlátásra! Éjjel fokozatosan mindenütt megnövekszik a felhőzet, és a hajnali óráktól elszórtan már záporokra, kisebb esőre is lehet számítani. A szél mindenütt északies irányra vált, és kissé meg is erősödik. 15 és 16 fok közötti minimumokat mérhetünk. Csütörtökön napközben többnyire erősen felhős idő valószínű, csak rövid időszakokra süthet ki a nap. Elszórt záporok szinte bárhol kialakulhatnak, néhány zivatar is előfordulhat. 26 és 27 Celsius fok közötti maximumokra számíthatunk.